Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Rétei Balázs is. Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket, valamint, ami nagyon fontos, a leírásba találhatok egy linket, amin tudtok regisztrálni az október 6-ai közönségtalálkozóra, ahol, ha bár még nem mondjuk el, hogy kiket, de sztár vendégeket is vendégül fogunk látni, úgyhogy jövő héten pedig minden bizonnyal bejelentjük a neveket is. Jelentkezzetek, regisztráljatok mindenképpen. És hát a mai napon is van egy sztárvendégünk, a Formula.hu utazó riportere, Mészáros Sándor. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a Sanyi a meghívásunkat. Szia, üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a Tribünad ülőket is. Az idei év legnagyobb szenzációja, hogy a Red Bull konstrukciója nem nagyon működött Szingapurban. A Q2-ben mind a kettő pilóta kiesett, és hát a versenyen sem tudtak igazán felzárkózni. Mi lehetett ennek az oka? Nem találták meg a beállításokat, vagy a pályának a karakterisztikája nem feküdt a Red Bullnak, vagy a technikai direktíva szólhatott közbe? Hát, ha választ tudnám, akkor lehet, hogy én lennék a Red Bull technikai igazgatója. Szerintem ők is örülnének annak, hogyha jönne valaki, és el tudná magyarázni, hogy mi volt itt a gubanc ezen a szingapúri hétvégén. Ugye láttunk már ilyet. 2015-ben a Mercedes is elképesztő domináns teljesítmény nyújtott, és Szingapurban nekik is beletört a bicskájuk, így járt most a Red Bull is. Egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk, az, hogy ez egy több összetevős történet volt ezen a hétvégén. Egy kicsit minden szerepet játszott ebben. Ugye ennek a pályának van egy nagyon sajátságos karakterisztikája, amit nem is nagyon lehet elmagyarázni. Alkalmam nyílt végighallgatni Paul Monaghan főmérnököt, hogy ő hogy látta ezt a kínszenvedést ezen a hétvégén, ezt a sínlődést, amit bemutattak a korábbi szárnyaláshoz képest, és ő sem tudott érdemi magyarázattal szolgálni arra, mint hogy más szakemberek sem a Red Bullnál. A pálya sajátos karakterisztikája biztosan szerepet játszott ebben. Tudjuk azt, hogy a felkészülés során egy picit elkalibrálták magukat az alapbeállításokkal, tehát nem a megfelelő alapbeállításokkal érkeztek. Már akkor, amikor befejezték az előkészítő munkát, akkor tudták, hogy ennek itt valószínűleg csúnya vége lesz. Ugye volt is egyfajta ilyen csodaváró hangulat a verseny megelőző napokban, hogy ha valahol lehetséges elkapni a Red Bullt, akkor az itt lesz. És ez be is következett. De az, hogy konkrétan mi a magyarázat ennek, azt nem tudjuk. A technikai direktíva, amit említettél, nagyon érdekes, hogy sokan ezen spekuláltak, hogy lehet, hogy ez az oka, hogy talán itt rátapintottak arra az érzékeny pontra, ami nagyon tud fájni a Red Bullnak. Ami számomra nagyon érdekes volt az, hogy a hétvégén egyetlen konkurens csapattól sem, egyetlen egytől, a Mercedestől hallottunk olyat, hogy talán ez lehet az oka, de az összes többi csapat, azoknak a mérnökei, azoknak a képviselői, akikkel beszéltem én vagy a kollégáim, akik a helyszínen tartózkodtak, senki nem mondta azt, hogy ez az oka annak, hogy a Red Bull küszködött ezen a hétvégén, viszont egy dolog biztos, az, hogy a Suzuka-i hétvége az nagyon sok mindent meg fog mutatni, hogyha ott ugyanúgy fog szárnyalni a Red Bull, ahogy a papírforma azt ígéri, akkor nincs jelentősége a technikai direktívának. Ha itt is tapasztalható lesz egyfajta visszalépés, akkor viszont akár még az is megtörténhet, hogy vakarhatjuk a fejünket, hogy tényleg lehet, hogy a technikai direktívában rátapintottak egy érzékeny pontra. Hát szerintem, hogyha már csak egy kicsit közelebb tudnak kerülni az üldöző felek, akkor talán már boldogabbak lehetünk, hiszen azért eléggé nyomasztó volt ez a fölény, amit eddig produkáltak. De hogyha bár már egy a legutóbbi picit... három futam pedig egészen zseniális volt, és bár mennyire is dominancia van, mindig van történet, sztori, izgalom, fordulás. Ettől szép a Forma 1. De hogyha már Red Bull, akkor beszéljünk arról is, hogy dr. Helmut Márkónak a lába egy picit, mint hogyha kifele kandikálna ebből a történetből, pedig azért, hogyha megnézzük, hogy a junior csapatnak a tagjaként, és úgy mondom, hogy fő vezénylőjeként, azért rengeteg olyan nevet delegált ő a Forma 1-be, akik nagyján nőtték ki magukat, és még most is jelentősen kiveszik a részüket a mezőnyből. Hol áll ez a helyzet? Hol áll a Red Bullnak most ha mondhatjuk így, belső viszálya? Nagyon jó a megfogalmazás, hogy belső viszály. Én azt gondolom, hogy meg a pedokban járva kelve is az az embernek a benyomás, hogy valami nem egyenes. Ennek a csodálatos szezonnak
a színfalai mögött ott valami nagyon nagy mozgolódás van a Red Bullnál, és ez szerintem összefüggésbe hozható Dietrich Mateschitz halálával, ugye. Dietrich Mateschitznek az egyik legfőbb bizalmasa volt Helmut Márko. Ő nevez neki abba a pozícióba, amit ő abba a tisztségbe, amit ő jelen pillanatban is visel, és úgy tűnik, hogy Dietrich Mateschitznek a halála azért elég sok mindent megváltoztatott. Ugye egy új menedzsment került a sportdivízió élére, aki teljesen más szemlélettel bírnak. Korábban én ezt, nekem az volt mindig az érzésem, hogy Dietrich Mateschitzet a szenvedély vezérli. Ezeket az új vezetőket viszont szerintem elsősorban a számok vezérlik. Tehát nagyon-nagyon megfontoltak, nagyon-nagyon átgondolt minden lépés, amit csinálnak, és ebbe a közegben azért az a fajta mentalitás, amit dr. Márko képvisel, azért nagyon nehezen beilleszthető. Hihetetlenül nagy respektje van neki, elképesztő tisztelet övezi az ő munkásságát, az ő személyét, de abból a nyilatkozat háborúból, ami házon belül zajlik. Itt most nem két csapat üzenget egymásnak, hanem két vezető üzenget egymásnak, Christian Horner és Helmut Márko, abból szerintem csak és kizárólag azt lehet kiolvasni, hogy a két ember között hatalmi harcok dúlnak. Nekem legalábbis ez a benyomásom, és tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, rajta vagyunk ezen a történeten egy ideje, és figyeljük a dolgoknak az alakulását, és úgy tűnik, hogy abba az irányba halad a dolog, hogy mintha Márko doktornak a napjai meg lennének számlálva. Hogyha ebbe azért belegondolunk, akkor azért egy talán a régi motorosok közül egy utolsó nevet veszíthetünk, hiszen azért ő még Laudával is versenyzett, azért jóba is voltak, és azért ezek a nevek szépen lassan eltűnnek a Forma 1 világából és belső köréből. Azért ez szerintem egy kicsit egy ilyen fájó pont, mert ők azért még tudták, hogy mi az, hogy tradíció. Ők egy másik világnak a képviselői, egy letűnt kornak a képviselői, akik azért maradjunk, hogy nem úgy kell ezt elképzelni, hogy most akkor fölkap egy karót Christian Horner, és elüldözi Helmut Márko. Nem. Tehát inkább az, hogy a hatalmi pólus az átkerül a fiatalabb vezető kezébe. Ez nem zárja ki egyébként azt, hogy az idősebb embert megtartsd valamilyen státuszban, ahol el tud képzelni azt, hogy ő beilleszthető ebbe a rendszerbe. Hát csak ha ilyen ronda a vége a játéknak, akkor nem hát tudnak, ha ez zajlik a médiában, mi lehet a színfalak mögött? Igen. Lépjünk szerintem. Menjünk tovább akkor a másik nagy történetre. Szingapurban nem csak a Red Bull volt igazán híres, hanem a Ferrari is, és főleg Carlos Sainz, aki Monzában és Szingapurban is egyáltalán pole pozíciót tudott szerezni, és a futamokon is zseniálisan versenyzett. Gondolok itt, hogy mennyire agresszívan védekezett mondjuk Monzában, vagy pedig élő pajzsként használta a Lando Norris-t Szingapurban, és hát nagyon erősnek tűnt nekem most Carlos Sainz mentálisan, és minthogyha akár a Ferrarin belül ő most előre tudott volna lépni, és akár kicsit megingadozhat Charles Leclercnek a kis monakói hercegsége a Ferrarin belül. Kétségtelen tény, hogy egy új verziós Sainzot látunk néhány futam óta, és ezt erre a tézisre most tette föl az íre a pontot ezzel a szenzációs teljesítménnyel, amit Szingapurban nyújtott. Nekem személy szerint az a meggyőződésem, hogy ennél jobb Sainzot még nem láttunk soha. Pedig azért voltak neki nagyon szép teljesítményei a pályafutása során, de ilyen elképesztő mestermunka, amit most kitett az asztalra, ilyet még nem láttunk tőle szerintem. És ez egy néhány versennyel ezelőtt elindult trendnek a kicsúcsosodása volt. Számomra a kérdés az, hogy ez meddig tud kitartani, ez a pozitív hullám, ami Sainz körül van, az pedig, hogy minek az eredménye, az pedig egy másik történet. Azért elég sok minden történt a Ferrarinál. Idén ugye többször is láthattuk azt, hogy őt belekényszerítették olyan helyzetekbe, ami hát nem feltétlenül volt ideális. Tehát az, amikor nyíltan éles helyzetben berendeled a versenyzőt a csapattársa mögé úgy, hogy az előre nem volt megbeszélve, az nem szokott elegáns gesztus lenni vele, pedig többször is megtörtént ez. Na most már fordítva volt, hogy Leclercet áldozták fel. Így van, de ilyen nem sokszor volt még azért. Hát ez volt az első. Ja, itt ez az érdemi különbség. Tehát ez elment egy olyan irányba,
a nyári szünet előtt, amikor már arról lehetett beszélni, hogy lehet, hogy ez a hozzáállás, amit ő kap a Ferrari irányából, ez lehet, hogy arra fogja őt ösztökélni, hogy a szerződésének a 2024 végi lejárta után ne maradjon Maranellóban. Erről komoly beszélgetések zajlottak a paddockban, hogy ez egy érdemi opció, hogy ő nem marad, hanem dobja a törölközőt, és megy, keres magának másik helyet. Ugye az Audival hozták őt összefüggésbe, tekintettel arra, hogy az édesapjának nagyon erős Audis kötődései vannak, és azt elismerte most a szingapúri hétvégén mind a két fél, úgymond, hogy mind a két fél, Sainz is, és a csapat is, hogy nagyon nagy beszélgetések voltak a nyári szünetben. Sainz extra erőfeszítéseket is fetszölt ebbe a történetbe, elmondta azt, hogy nagyon mély megbeszéléseket folytatott a saját mérnöki stábjával, hogy ez így tovább nem mehet, ami ott zajlott. Tehát azt azért láthattuk többször is, hogy nagyon csúnyán mellé nyúltak, szinte mindig mindennek. Ezt valójában egy tragédia volt, szörnyű volt látni őket. És bár a világ nem fordult ki a sarkából a vörösöknél, tehát nagyon nagy csodák nem történtek, de az kétségtelen tény, hogy a versenyeknek a lebonyolításában, a végrehajtásában, ott azért történt előrelépés. Főleg tavalyhoz képest. Tavalyhoz képest mindenképpen, de szerintem az idei év első feléhez képest is. És ez annak köszönhető, hogy van egy ilyen munkamániás, áldozatkész emberük, mint amilyen Sainz, aki gondolt egyet és odaköltözött, ez mondjuk nem most, hanem már Ferrari szerepvállalás kérdezetén odaköltözött a gyár közelébe. Azt hallottuk Fred Wassertől, hogy tényleg megszállottként. Kora reggeltől késő estig a gyárban tölti az idejét, mindenbe megpróbál belefolyni, mindenbe megpróbálja képbe helyezni magát, mindenben megpróbálja a saját tudását, meg a saját tapasztalatait átadni azoknak az embereknek, akik tervezik, meg alkotják, meg üzemeltetik ezt az autót. Ez pedig valamilyen szinten ez ilyen infekciózus dolog, ugye neki ez működött a McLarennél is annak idején, tehát hogy szó szerint fellelkesítette úgy a csapatot, hogy elkezdtek iparkodni jobban, mint addig. Hát igen, egyre inkább vezértípusnak tűnik Sainz, és nekem kérdés, hogy Leclerc tud vezértípus lenni, hogyha a Ferrari mellette dönt, és esetleg mondjuk távozik Sainz, vagy megoldható az, hogy két vezére lesz a Ferrarinak, vagy hogyha Leclerc mellett döntenek, akkor ő van olyan személyiség, hogy azért rájön, mint Hamilton, mint Verstappen, vagy Schumacher annó? Én szerintem a Ferrari nagyon-nagyon kedvező helyzetben van, hogy két ilyen versenyzők van. Amikor összeállította Mattia Binotto ezt a párost, én akkor is azt mondtam, hogy itt, ha valami rendben van, akkor az a pilóta páros. Fantasztikus két versenyző, tehát két olyan versenyző, hogyha belegondolsz, ők még hosszú-hosszú ideig dominálhatják az egész sportot, hogyha olyan autót kapnak, amivel ezt végrehajthatják. És az én meglátásom az, hogy akármelyik srác tud vezéregyéniség lenni, mind a kettőben megvan az a potenciál. Most éppen Sainz van olyan helyzetben, hogy ki tudja bontakoztatni, és meg tudja mutatni azokat a skilleket, amikkel ő rendelkezik vezérként, és most a lapjárás a Leclercnek gyengébb. Ez változhat, nyilvánvalóan, mert láttunk már erre is példát, hogy változott a lapjárás a csapaton belül. Igazándiból ennek akkor lehet jelentősége, amikor felcsillan annak az esélye, hogy rendszeresen futamgyőzelmekért lehet harcolni, és ennek köszönhetően akár a bajnoki címet is lehet harcolni. Ennek akkor lesz majd jelentősége, hogy melyikőjük az igazi vezér. Addig ez egy ilyen nagyon kellemes probléma. Tehát nem emiatt fog elmenni több haja Fred Wassertnek, hogy nincs elég jó pilótám házon belül, mert két szenzációs pilótájuk van neki. Igen, viszont hogyha azt nézzük, hogy a Ferrari mikor harcolhat legközelebb a világbajnoki címért, akkor egy hatalmas kérdőjel jelenhet meg a szemünk előtt, hiszen azért, habár nyilván Frederik Wasser most azért úgy érezheti, hogy egy nagy kül esett a szívéről, megvan az első győzelem az ő irányítása alatt, Charles Leclerc már elkezdte azt nyilatkozni, hogy a 24-es autó teljesen más lesz, mint az eddigi. Csak hogy ezt 16 éve tapasztaljuk a Ferrarinál, ugyanazok a nyilatkozatok lejönnek, de talán valami még mindig nem stimmel. És habár elindulnak a győzelem irányába, nem vagyok benne biztos, hogy jövőre felcsillan a remény a vörösök számára. Ezzel kapcsolatban szerintem jelen pillanatban csak találgatni tudunk. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, ugye Wasser hatása
az ő menedzsment irányvonalának, meg az ő menedzsmentjének a hatása, még nem vagyunk abban a fázisban, amikor arról lehetne beszélni, hogy annak a teljes hatását érezzük. Tehát ő egyelőre azzal sáfárkodik, azzal próbál tüzet oltani, amit az elődei ráhagytak. Ez pedig soha nem egyszerű. Most tedd föl magadnak a kérdést, hogy Mattia Binotto. Tehát azt hallottad tőle éveken keresztül, hogy ez lesz az az autó, amivel tutira megnyerjük a világbajnokságot. Hát nem ez lett az az autó. És nincs itt a Binotto, és idézve magadban, hogy év elején mennyire sokan mondták azt, hogy fú, nagyon rossz döntés volt. Nagyon rossz döntés volt őt elengedni, mert hogy most biztos működne. Hát nem biztos, hogy működne. Mi azért örültünk neki. Az a sajnálatos hírünk van, hogy nem működne ez az autó jobban akkor sem, hogyha ő lenne a csapatvezető. Vasszer pedig új esély, új szemlélet, új emberek vannak különböző pozíciókban, meg időt kell adnunk ennek. Igaza volt ott már Szaftovárnak. Megkapta az útilaput a lábára az Alpintól, hatalmas port kavart a dolog, mert nem lehet egyik évről a másikra, nem lehet. Viszont a jelek azok szerintem, amit látunk éveleje óta, voltak nagyon-nagyon rossz megmozdulások, de most a szezonnak ebben a fázisába érve, én azt gondolom, hogy a jelek bíztatóak. És felette elkezdtek rendeződni szerinted a dolog? Tehát Benedetto Vigna, aki ugye a hétvégén tiszteletét is tette a box utcában, ő nem szólhat ebbe bele negatív oldalra? Ezzel kapcsolatban rengeteg dolgot láttunk, hallottunk, sok emberrel beszéltünk. Maradjunk annyiban, hogy ez a Vasseur éra nem feltétlenül olyan morállal kezdődött, mint amivel kellett volna, hogy kezdődjön. Tehát nem biztos, hogy megvolt az a teljes körű támogatás, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy egy csapatot teljes körűen irányítani tudj. Tehát azért csúnya dolgokat hallottunk. Tehát itt már néhány héttel ezelőtt olyan pletykák is voltak, hogy létezik egy deal, hogy amennyiben a 24-es szezon elején nem működnek a dolgok, az első néhány verseny után, akkor már lehet kalkulálni azzal, hogy akkor ki lesz a következő vezető. Tehát ez volt a legnagyobb extremitás. Az egy érdekes dolog, hogy Benedetto Vigna, aki azért már egy ideje része a Ferrari életének, ő azért korábban nem folyt bele, vagy láthatóan nem folyt bele annyira a csapatnak az életében, mint amennyire mostanában belefolyik. Mint amennyire mostanában rajta tartja a szemét a dolgokon, felbukkan, itt-ott, amott, hallani azt is, hogy azért hallatja a hangját, és alkalomattán oda csap az asztalra, de hallunk olyat is, hogy alkalomattán Fred Vasseur is oda csap az asztalra. Én azt gondolom, hogy tisztulnia kellett ennek a viszonyoknak tisztulniuk kellett, máskülönben nem tartana itt a Ferrari. Ez azért is lehet egyébként szerinted, mert minthogyha egy kicsit visszanyúltak volna az előző érára, és ugye Luca di Montezemolo neve mostában azért többször fölmerült a csapat részéről. Ennek lehet valami a hatása? Luca di Montezemolo elég sokat ütötte a Ferrarit a nyilvánosság előtt, de a Formula Podcastben én azért beszéltem elég sokat erről, hogy mintha megjelent volna ott Montezemolo a színfal. Egyre többször halljuk azt, hogy John Elkann konzultál bizonyos dolgokban Montezemolóval, hogy mit kellene csinálni, hogy kellene csinálni, sőt az legextrémebb dolog, amit hallottam, az volt, hogy Montezemolo volt a Ferrari részéről az, aki tárgyalt a Hamilton menedzserével arról, hogy mi lenne, ha. Ugye ebből végül semmi nem lett, de ez a megkeresés megtörtént, és ez John Elkann ezt állítólag Luca di Montezemolót kérte fel erre a feladatra. Már egyfajta neve is van ennek a jelenségnek a Forma 1-es paddockban. Ez a úgynevezett eminenciás uram. Figyeljétek meg, hogy ilyen eminenciás uramok, hogyha megnézed, hogy kik nyertek világbajnokságot az elmúlt 15 évben, csak olyan csapatok nyertek, amelyeknek az életében volt egy ilyen eminenciás uram. Ugye Marco Doktor az egyik ilyen, akinek hivatalosan nem is tudnád definiálni, hogy pontosan neki mi a státusza, csak azt tudod, hogyha ő egyszer elkezd botorkálni a gyárban, és ide-oda bemegy, ott elmondja a véleményét, akkor azt mindenki komolyan veszi, és nem kérdőjelezik meg.
vagy a Lauda volt a Mercedesnél ilyen, aki elment, hallotta a hangját, igazság szerint nem, hogy szólni nem mertek neki, hanem levegőt is alig mertek venni, amikor megjelent, és komolyan vették azt, amit mondott. És a Ferrari-nál is ilyen, ez a státusz, ez eddig nem volt. Eminenciás uram, nem volt a Ferrari-nál, és úgy tűnik, látható jelei nincsenek, de azt halljuk különböző forrásokból, hogy a Montezemolo ott egerészik a háttérben, és segíti őket, amivel tudja, és van egy másik csapat is, ahol feltűnt egy eminenciás uram. Kitaláljátok-e, hogy melyik csapat az? Hát nem az Alpine, az biztos. Nem. Na? McLaren. Pontosan, és ki az eminenciás uram a McLarennél? Na? Hát ott nyilván Ron Dennis volt a meghatározó. Gilles de Ferrand. Rehabilitálta Gilles de Ferrand Zac Brown valamikor a tavaszi időszakban. Nem csaptak körülötte óriási hírverést. Ugye korábban volt versenyigazgatói szerepkörben a McLarennél, aztán utána leválasztották, hogy szépen visszament Amerikába egy kicsit pihengetni a családdal, és most úgy érezte Zac Brown, hogy szükség van erre, hogy visszajövő, csak teljesen más feladatkörben, mint amit addig betöltött. Most ő is egy ilyen eminenciás uram, egyre több helyszínen bukkan fel, egyre több helyen van ott, abszolút civilben, nem visel csapatuniformist, és alkalmam nyílt az európai szezon során, az európai szezonnak a második fele során megfigyelni, hogy ő ott hogy tesz, és érdekes volt látni azt, ahogyan dolgozik. Tehát tényleg azt látod, hogy oda megy emberekhez, elbeszélget velük, látod azt, hogy belemélyednek egy-egy témát. Tudod, amit a testbeszédből ki tudsz olvasni, amikor ott jössz-mész, mint egy piaci lény, és próbálsz olyan dolgokat látni, amiket nem, és amikor úgy elcsiped, és úgy beszélgetsz vele, és szóba hozod az ő új feladatkörét, akkor látod azt, hogy ez az ember, ez tényleg benne van ebben, tehát nem csak azért van itt, hogy itt mutogatni lehessen a VIP vendégeknek, hogy ő is itt van, hanem hogy ez az ember, ez tényleg napi szinten benne van ennek a csapatnak az életében. És nézd meg, hogy a McLaren is elkezdenek működni lassan a dolgok. Hát igen, és hogyha már McLaren, akkor azért azt tegyük hozzá, hogy az ő jelenlegi felállásuknál és helyzetüknél szerintem egyszerűen kell az, hogy egy ilyen eminenciás uram ott álljon, és hozzásegítse a jó döntésekhez Zac Brownékat. Nyilván azt látjuk, ugye, amikor ezt felvesszük, ezt az adást, ez mai hír, hogy Oscar Piastri 26-ig hosszabbított a csapattal. Lando Norrist próbálják ott tartani, és mindent megadni neki. Nyilván azt még nem tudjuk, hogy az ő jövője hogyan fog alakulni, de azért például a monzai futamra, hogyha visszatekintünk. Sejthetjük, igen, mivel valószínűleg máshol meg nem lesz hely, amúgy se. Hát de... nem alakul rosszul a fejlesztés, mert most is hoztak egy csomagot, ez is jól működött, amit idén eddig hoztak, az jó iránynak tűnik, úgyhogy lehet, hogy nem is kell, na, hogy arról beszélgessünk, hogy a Norris máshogy megy. Hogyan, minek nevezted Leclerc-t a Ferrari-nál? Kis herceg. Ugye úgy hívják Principe Rosso, vörös herceg. Na most van papaja, kis herceg is, ő a Lando Norris. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy ő olyan szinten be van ágyazódva abban a csapatban, hogy az egy olyan elképesztő nagy szenzáció lenne, hogyha ő csapatot váltana, mint azt, ha a Verstappen elé hozolna a Red Bulltól. Csak jött egy Sainz. Már most Piastri a saját szakaszánhoz képest nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújt. Rettenetesen. Igen, és hogyha azt megnézzük, ezért említettem a monzai nagy díjat, hogy ott azért Lando Norrisszal alávágtak a saját csapattársnak. És utána, amikor ők összeütköztek, akkor Zac Brown még azt mondta, hogy majd Oscarral el kell, hogy beszélgessen. Pedig szerintem egy olyan helyzetbe hozták, ami hát valljuk be, nem kellemes. Nem, meg a szezonban volt még egy ilyen eset, amikor a taktika szempontjából Norris kedvezték, és úgy tudta Norris megelőzni Piastrit. Igen, azért többször is volt az. Igen. Maradjuk egyben. Hogy Piastrinek a menedzsmentje, ezt hogyan kezeli? Kedberék. Hosszabbítottak. Voltak ebből minimális súrlódások. Ugye itt a Magyar Nagy Díj volt egy nagyon érdekes, egy nagyon érdekes jelenetet csíptem akkor ott el. Ültünk bent Gobodics Tamás főszerkesztő kollégámmal a McLarenben, ott kísértük figyelemmel a versenyt, mert ugye nagyon közel volt a médiapen. Ezért szoktuk a versenyt a paddockból nézni, és ott, amikor bekövetkezett az a helycsere,
Ugye, amikor Norris a kerékcsere után a Piastri elé került, ott poénból beszéltünk, hogy na most a Webber ez mit szól, és pont így jó oldalra fordultunk, és mint egy vaddisznó, úgy rohant el, jött le a felső szintjéről a motoromnak, és rohant el a garázs felé. És akkor ez Spában megkérdeztem tőle, hogy ez egyébként mi, jól láttam ezt a közjátékot, hogy a pumpa egy kicsit föl, mert mondta, hogy ne? De hát azt mondta, hogy hát az élet ilyen, azért vannak az ilyen helyzetek, hogy ezeket kezeljük, meg ezeket megpróbáljuk megbeszélni, azt mondta, hogy az a jó a McLarenben, hogy meg lehet beszélni az ilyen helyzeteket, meg le lehet reagálni, meg le lehet kezelni az ilyen helyzeteket, hogy nincs belőle feszkó. Itt a bizonyíték, hogy megszületett ez a 2026 végéig tartó szóló új szerződés. Rendben vannak ott a dolgok. Az, hogy a Norris bizonyos szituációkban kedvezményezett helyzetben van, ezen szerintem nincs mit meglepődni. Tehát most ezt kis túlzással lehetne mondani azt, hogy a Norrisnak a menedzsere Zac Brown. Hát ugye ezt a kezdetek kezdetén, amikor a Norriszt Form 1-es pályára állították, Adam Norris az édesapja, ők nagyon-nagyon szoros összefonódásban csinálták ezt Zac Brown-nal. Hát én azért mondom, hogy én értem ezeket a nyilatkozatokat, amik itt elhangzanak, hogy mi lenne, ha Norris váltaná föl Perezt például a Red Bullnál. Mondta ezt a márka, hogy ő el tudná képzelni, hogy a Norris menjen a Red Bullba. Te el tudod képzelni azt, hogy olyan helyzetben vagy, mint amiben a Norris van a McLarennél, mindent megkapaszt, hogyha látod azt azért, nagyon markánsan lehet érezni a levegőben a McLarennél, hogy ott a Norris a nagy ember. Tehát ez kétség sem férhet. Ez nagyon nagy tisztelet övezi Piastrit is, ezzel a debütálásra különösképpen, de amit én látok, amit én tapasztalok ebből. Hívjátok meg egyszer a Lando Chippetit, hát ha elmond arról dolgokat, hogy ez a napi munkában, hogy ő mit lát ebből. Mert én magam azt látom, hogy ez a társaság, ez a Norrisra épül. Minden köré van felépítve, minden köré van építve. Én nem tudom elképzelni, hogy ő bevállalna egy olyan helyzetet, hogy elmegy és kvázi meg egy időre guillotine alá hagyja a fejét Verstappenben. Hát jó, csak mi van abban a helyzetben, hogyha tegyük fel jövőre még erősebben tér vissza az évhez Oscar Piastri, és mondjuk tegyük fel, megveri Lando Norriszt. És az már nem egy olyan közeg Norris számára, ahol ő lehet, hogy mindent megkap, de nem ő a favorit. Most itt ennyire nem ugranék előre. Én azt gondolom, hogy Piastri örül annak, hogy egyelőre rendeződött a sorsa. Biztos, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy elkapja a frakját Lando Norrisnak. De még egyszer mondom, én azt látom, hogy ez a társaság, ez Norris köré van felépítve. Tehát nyilvánvalóan, hogyha bizonyos helyzetekben dönteni kell, hogy akkor ki legyen a kedvezményezett, akkor én azt gondolom, hogy ennek a menedzsmentnek Norris felé fog húzni a keze. Az, hogy ennek mi lesz a vetülete a Piastri oldalán a garázsban, azt majd foglalkozunk vele akkor, amikor ez bekövetkezik. Maradjunk annyiban, hogy a Piastri nagyon jó lóra tett, mert Webber egy nagyon-nagyon agilis és nagyon-nagyon kemény menedzser. Ezt abban, amikor kereste az útját a srácnak, hogy hol lehetne őt volához juttatni, és akkor hétvégére beszélgettünk vele mindig, hogy akkor mik a lehetőségben, azt azért nagyon lehetett látni, hogy gyakorlatilag neki minden erről szól jelen pillanatban, embernek ez az élete. Hát és lehet, hogy a McLaren esetetek rossz lóra, megnézzük, hogy a Mercedes milyen irányba halad, meg a Ferrari. Igen, a Red Bull dominál, de nagy kérdés, hogy az a hatalmas dominancia meddig marad-e 26-ig, vagy valaki fel tud-e nőni, és egyelőre nagyokat tudott előre ugrani a McLaren. Persze megjósolhatatlan, hogy hol van ennek a plafonja, de nem biztos, hogy lenne értelme most ebből a királyságból Norrisnak, vagy akár Piastrinak, mondjuk a Mercedeshez, vagy a Ferrarihoz tovább menni, mert lehet, hogy akár a McLarennel lesz nekik olyan esélyük, hogy mondjuk a Red Bull-lal akár megközelítsék a Red Bull-t, vagy kihívják, lehet, hogy nem biztos, hogy tovább kell lépniük. A közvélemény, a szakmai közvélemény jelen pillanatban azt mondja, hogy akinek a legnagyobb sansza
lehet arra, hogy elkapja a Red Bullt érdemben. A dolgok jelenlegi állása szerint a közvélemény azt mondja, hogy ez a McLaren. Mert hogy ők tudtak akkora elképesztő nagyot fejlődni az év elejéhez képest, hogy más csapat 2-3 év alatt tud akkorát ugrani előre, mint amit ők léptek előre. Igen, csak ezt láttuk tavaly a Mercedes-től is, hogy ők is nagyon gyorsan tudtak az év elejét eljutni egy brazíliai győzelemig, de ebbe az évben ugyanazt a konstrukciót továbbvíve már nem volt jó a szériájuk, és ugye Toto Wolff épp a napokban nyilatkozta, hogy akkor ezt a VO14-et dobják is a kukába. De ezt már rögtön az első verseny után elismerték, hogy ez egy orbitális. De szerintem a Red Bullon kívül talán mindenki elismerte. A McLarennel kapcsolatban, ami nekem nagyon érdekes, az, hogy ez ugye az alapkonstrukció, amit James Key tervezett. Mm-hmm. Ez a csomag, ami Ausztriában érkezett, és ami ugye nagyon nagyot reptetett a McLarenen, az még azért annak a magjait James Key ültette el. És ezt az embert lapátra tették. Ez egy nagyon érdekes helyzetet teremtett, meg hogy jól mutatja azt, hogy mennyire kegyetlen biznisz a Forma 1, hogy ha nem nincs azonnal látszatja annak a munkának, amit te végeztél, akkor nagyon könnyen ez lehet a sorsod, hogy megmutatják a kiáradot. Igen, bár a fejlesztési csomagok meg jó irányba mennek, úgyhogy lehet, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy őt ugye elküldték, és akkor lehet, hogy mégis az agyat küldték el, hanem megvan az a megfelelő szürke bázis, amivel tudnak tovább lépni a McLarennél. Ez egy olyan dolog, amire minden csapatnak gondolnia kell, hogy meglegyen a pótlás a szürke állománynak, de akkor is ez nem egy farabuci helyzet, ez, hogy az az ember, aki ezt összerakta, meg az az ember, aki a magokat elültette, az most már egy másik csapatnál kamatoztatja a tudását, miközben az autó, amit megálmodott, az ilyen eredményeket produkál, mint amit most láttuk a hétvégén. Érdekes. Hát igen, és ugye van egy olyan csapatunk is, ahol a fejlesztések talán nem abban az ütemben haladnak előre, ez Lance Stroll és Lawrence Stroll csapata, ahol ugye Fernando Alonso is próbálna sikereket elérni. Azt látjuk, hogy szinte teljes a szétesés a csapatnál, mert Lance Stroll hírte, jó, nyilván hatalmasat esett, és brutális bukása volt, de azért nekem meglepő volt, hogy egy Felipe Drugovic szerintem azért elérhető állapotba lehetett volna, vagy valakit azért csak be tudtak volna ültetni a helyére. Mégis Lance Stroll nem állt rajthoz, Fernando Alonso versenye pedig kaotikus volt. Ez az egész hétvége úgy, ahogy van, kaotikus volt, és most léptünk be a szezonnak a fázisába, amire szakemberek azért felhívták a figyelmet az év elején, amikor ugye úgy nagyon berobbant az asztal, ez egy élvezet volt nézni, hogy azt a mindenit. És úgy a mérnökökkel beszélgettél, meg olyan expertekkel beszélgettél, akik nálamnál azért fényévekkel jobban, tehát olyanok, akik tényleg értenek ehhez, nem csak beszélnek róla, mint én. Ők azt mondták, hogy első neki futásra azért ezt a teljesítményt tartani még akkor is nagyon nehéz lesz az Aston Martinnak, hogyha ott azért van egy összeszok, mert ott azért eléggé összeszokott gárda van. De hogy ugye ezt a szintet megtartani, amivel indították a szezont, ez borzalmasan nehéz lesz, és ezt látjuk visszaköszönni. Én őszintén megmondom, hogy én nem várok már a szezonnak a hátralevő részében nagyon nagy dolgokat tőlük, úgyhogy azt kapjuk, amit vártunk. Szerintem ennél több első neki futásra ebben a társaságban nem volt. Ha valami szerencsés végkimenetelő verseny lesz, ahol tudnak profitálni mondjuk egy káoszból, akkor lehetnek még jó eredmények. Ugye az alapcsomag az adott Fernando Alonso személyében ahhoz, hogy ez megtörténjen, de ez az idei év, ez náluk szerintem elfáradt. A kérdés az, hogy mit tudnak produkálni jövőre. Meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lance Stroll-al mi lesz. Ott vagy minden futamon, hogyan látod az ő személyét? Mert azt láthattuk, hogy egy komoly sérüléssel kezdte az évet, de nagyon hamar felépült, és sérült kézzel is pontokat tudott szerezni, és kicsit mindenkinek átalakult a gondolkodás a Stroll-al kapcsolatban, hogy nem keftelen, igenis szereti ezt a sportágat, és van ebben a srácban spiritus. Aztán most meg arra a pontra jutottunk el, hogy minthogyha már teljesen kiégett volna a sztoriból. Képzeld már azt, hogy milyen mostoha,
sorsa van szerencsétlenek, hogy minden alkalommal bejussz az autóba, és akkor ott van egy másik, egy idősebb szivar, aki bucira ver minden egyes alkalommal. Tehát ez mennyire frusztrálja az ember. Ennek ellenére az a lelkesedésnek az a szintje, amit korábban láttunk rajta, az megvan. De ez a lelkesedési szint, ez soha nem volt olyan egetverő. Ezt beszéltünk róla talán, amikor legutóbb itt jártam akkor is, hogy sokszor olyan érzése van az embernek, mint a srác az édesapja álmaiért küzdene. Aztán néha tényleg ráérez, meg elkapja a gépszi, és akkor tud, mutat dolgokat, amiket elsajátított, amikor lehet táplálkozni abból, amit tanultál, akkor adódnak olyan helyzetek, amikor nagyot villant. De alapvetően, hát, ahogy fogalmaztál, hogy nagyon-nagyon lefelé tart ez a projekt. Az, hogy mi lesz ennek a jövője, engem az egész projektnek a jövője foglalkoztat. Az egész Aston Martin projektnek a jövője, hogy mi lesz. Ugye ezt az egész történetet az motiválta, hogy Lawrence Stroll szeretett volna nagy pilótát, lehetőség szerint világbajnokot csinálni a fiából. Megadni neki a lehetőséget, hogy világbajnok legyen. Én azt gondolom, hogy ennyi időnek elégnek kellett lennie ahhoz, hogy ez felszínre kerüljön, hogy ez nagyon nehezen fog menni. Finoman fogalmaztál. Mondd ki helyett. Nem fog menni. Köszönöm. Köszönöm. És tehát, hogy az igazi kérdés az, hogy mi lesz ennek a projektnek a sorsa a jövőben. Hogy megtartja és hoz egy másik versenyzőt a saját fia helyett, ami példátlan lenne, én bevallom, hogy elképzelhetetlen az, hogy ez bekövetkezzen, ismerve azt, hogy mik a viszonyok, vagy hogyha végül azt mondja, hogy jó, akkor ez a dolog nem fog menni, akkor mi lesz a következő lépés? Mert hogyha azt róla tudjuk, hogy azért mindig 2-3 lépéssel az átlagos emberek előtt jár, meg az átlagon felüli emberek előtt is, és egy picit olyan érzésem van nekem ezzel kapcsolatban, hogy ezt Ha valamikor a közeljövőben ő a maga részéről le fogja zárni, akkor ez csak egyféleképpen teheti meg, a józanész mentén haladva. Hogy ő akár mihez nyúlt eddig, az minden sikeres volt az üzleti életben. Ha már az eredeti célt nem lehet megvalósítani, akkor az ráég az emberre. Tehát ez nem lehet csak úgy. Egyetlen egy dolog jöhet, valami olyan módon lezárni, amire azt lehet mondani, hogy ez vállalható. Ez pedig nem más, mint egy üzleti siker. Ami pedig a csapatnak az értékesítése lenne valamilyen irányba. Hogy ez bekövetkezik-e, vagy hogy mikor következik be, ezt majd ez a jövő zenéje. Sok pletyka van, sok spekuláció van ezzel kapcsolatban. Én azt tudtam mondani ilyenkor, hogy várjuk és figyeljünk. Hát mi is várunk és figyelünk, hiszen a következő adásunkban a pilóta keringőkről és plusz csapatokról is szó lesz. Úgyhogy tartsatok akkor is velünk. Addig is. Sziasztok. Sziasztok. We'll be right back.